az első talán 81-es karácsonyi koncertünkön, amikor én leadtam a műsort, és a pártbizottság sorba kihúzta a magyar nyelvű karácsonyi ünnepeket, karácsonyi énekeket a műsorból. Hát a latin meg a német szövegűt azt nem húzták ki, jó lehet, azok ugyanúgy a születő Jézusról szóltak. És hát mivel, hogy német magnifikátot énekeltünk, nem biztos, hogy mindenki értette a német magnifikátot, én elővettem a Bibliát, és elolvastam a Lukács evangéliumából azt a részt, amiről az a mű szólt. Ez csak azért jutott eszembe, mert tényleg itt történt ez, hogy az első karácsonyi koncert műsora az így módon aztán latin és német karácsonyi énekekből állt, mert hát a magyar karácsonyi ének az tilalmas volt nekünk akkor még. A szekszárdi madrigálkórus 1965-ben alakult 12 taggal. Az első évek útkeresése után Jobbágy Valér került az énekkar élére, s vezeti ma is az együttest. Az elmúlt 55 esztendőben közel 600 fellépést, több tucat külföldi fesztivált és elismerést tudhatott magáénak az együttes. Jobbágy Valér azt az elvet vallotta és vallja ma is, hogy csak a kimagasló minőség fenntartásával érdemes énekkart működtetni. Boldogult Lányi Péter kollégám, akivel Pécset együtt tanítottunk akkor még Pécsi Pedagógiai Főiskolán, aztán egyetemen. Amikor valahogy válságba került az együttes, és akkor Szoboszlai Jenővel, a MESZÖV akkori valamilyen korifeusával együtt látogattak el hozzám, meg az akkori kórus elnökkel, dr. Lakatos Istvánnal, és ők kértek föl arra, hogy hát vállalnám pécsiként a szekszárdi madrigál kórusnak a vezetését. Én akkor éppen leépítettem az egyéb kórus gyakorlatomat, és szívesen elvállaltam. Én nem vagyok oly mértékig tudatos, hogy meg tudnám mondani azt, hogy mit szeretnék elérni. Engem a feladat érdekel, és nem tűzök magamnak különböző célokat ki. Ennek az eredménye tulajdonképpen az lett, és ezt magam sem tudtam akkor, hogy mennyi időbe kerül az, amíg megközelítőleg azt a minőséget tudom elérni, amit szeretnék, de hát körülbelül 10 évbe került, amíg a hangzást nagyjából olyanná tudtam alakítani, amiről én azt mondom, hogy szívesen vállalom. Ez a minőségi munka számos nemzetközi verseny kiemelkedő sikerében mérhetően igazolja vissza Jobbágy Valér maximalizmusát. A versenyeken való részvétel alapvetően nem az elért eredmény vonatkozásában fontos, hanem azért, hogy az ember folyamatosan érzékelje a nemzetközi szintnek a minőségét, a nemzetközi versenyeken hallható minőséget, és az egy dolog, hogy visszajelzést kap, hogy ide-oda, amoda rangsorolják a társaságot. Természetesen nagyon földobta az együttest akár az árnemi versenyen való részvétel, amikor 30-valahány, most már nem is tudom, talán kamarakórus között első díjat kapott a társaság, vagy amikor a bécsi Schubert versenynek
a legmagasabb pontszámát kapta, és a Bécsvárosának a külön díját nyerte el ezzel. Tehát ezek mind olyan visszajelzések, amelyek hát mutatják azt, hogy talán nem járunk rossz úton. Én úgy érzem, hogy egy együttes irányítójának az a feladata, hogy a lehető legteljesebb spektrumban ismerje azt a területet, amelyet művel. Az, hogy az ember tulajdonképpen a szerencsés helyzetből fakadóan rá van kényszerítve 75. életévében is arra, hogy nap-nap után foglalkozzon, keressen új dolgokat. Na most az új dolog az nagyon nehezen találja meg az utat ahhoz a közönséghez, akik egy bizonyos repertoáron nőttek föl, és többnyire ezt a repertoárt hallgatják szívesen. Arra elég egyértelműen rátapintok, hogy kik azok, akik jó lehet no-name szerzők, de időnként zseniális műveket írnak. Elnyertük a francia kulturális miniszternek a külön díját, francia mű előadásáért, és többnyire olyan francia mű előadásáért, amit még a franciák is tágra nyílt szemmel hallgattak, hogy jé, hát ki ez a szerző.